A Belvárosi Bank fiókban egy állítás szerint egy nevezetű tépbankban dolgozó ember azt állította, hogy ami a bankban bérelve van széf, az én tulajdonom. Az én tulajdonom sose volt, az a lányomnak a tulajdona. És a NAV megkeresett minket, és Evelyn bemutatta az okiratokat, hogy mindenféle hivatalos okiratot ügyvéd jelenlétében, és ezt el sem olvastak, meg sem nézték. Lementek a széfbe, ami a mélybe van, és Evelyn kinyitotta a kulccsal, és ami benne található, azt elvitték. Evelynnek és Virágnak félretettem 194 millió forintot, amit kaptam nagymamamtól közjegyző jelenlétében, 2004-ben hivatalosan közjegyző jelenlétében nagymamamtól kaptam. A szerződő felek rögzítik, hogy zárralevételt feloldott összeget a számláról kerülő átvezetésre 2015. január 26-a napján 206 millió 30 ezer forint készpénzt fölvett Gáspár Győző. Ezt a készpénzt 97 milliót Evelynnek és 97 millió forintot Virágnak közjegyző, illetve ügyvéd jelenlétében odaajándékoztam. A bank egyik alkalmazottját azzal gyanúsította meg a nyomozó, hogy ő tett egy vallomást, hogy a széf az enyém. Az ügyvédek behívtak a urat, hogy mondja meg, hogy tette ilyen vallomást, és az ügyvezető igazgató úr előtt többször kifejtette, hogy ő ilyen vallomást nem tett. Ez most már tényleg arról szól, hogy lejárassanak, hogy minél nagyobb szégyenbe tegyenek, hogy az ország tényleg bűnözőnek kiáltson ki. Nem bűncselekményből származik. Én nem foglalkozok azon kívül semmivel, hogy fellépni járok, tévébe szereplek. Rám lehet mondani mindent, soha semmiféle olyan emberekkel nem foglalkoztam életem során, akik tényleg olyat csinál, soha. Én ezt nagymamamtól kaptam, nagymama, amik ezért dolgoztak. Nagymama, amik ezek dolgoztak, rengeteg földjük volt. Nagymamamnak nem csak ennyi pénze volt, hát könyörgöm. Hát nagymamamnak nem csak ennyi pénze volt, öntsük ma tiszta vizet a pohárba. Azt mondja, hogy 2000, jöjjön közelebb a kamera, 2000, 10. hó 21-én 160 millió 250 ezer forintja volt nagymamamnak. 2004-ben 8. hó 3-a nagymamámnak mennyi volt? 507 millió 315. Március 3-a, ami van a szerződésen, dátum, a közjegyző jelenléte előtt, mikor a közjegyző jelenléte előtt itt van. Nézzük meg. Nagymamám kivett 190 millió 4858 forintot. Itt van, és ez nap ajándékozta ide nekem. Itt vannak a papírok, könyörgöm. Nagymama nem volt szegény, Isten nyugasztalja. És most szépen elmegyünk együtt, és te, a Blikk újságíró, be fogom vinni a bankba, és a fülével fogja hallani, a két fülével és a két szemével meg fog bizonyosodni róla, hogy tette ilyet a súly, vagy nem. Most oda fogunk együtt elmenni, oda sajnos kamerákat nem vihetünk be, mert ez egy védett terület. Ha tett ilyet, akkor az is kiderül, ha nem tett ilyet, az is kiderül, és a Blikknek az újságírója lesz a tanú, fül- és szemtanúja lesz, hogy tette ilyet, vagy nem tette ilyet. Nem voltunk a bankban, igen, és az ügyvezető úr, illetve az alkalmazottja elmondta nyomatékosan, vagy tízszer, hogy ők nem tettek ilyen vallomást. Nem tudom, milyen államban élünk, nem tudom, kit bántottam meg, nem tudom, kinek nem tetszik az, hogy én létezem, de az, hogy egy szép alkalmazottat rávenni arra, hogy vajjon ellenem, akkor nem tudom. Én most már nem tudom, hogy itt ki a hibás. Direkt megkérdeztük, rákérdeztünk, nyomatékosan megkérdeztem, hogy tettél ilyen kijelentést, és azt mondta, hogy ő nem tett ilyen kijelentést. Márpedig a jegyzőkönyvben pedig az van, hogy azért jöttek ki, mert a tett ilyen vallomást. Akkor most mi van? Mi van? Mert a Gáspár Győző adócsal, akkor már mindjárt felfújjuk nagy dobra. Azt meg, hogy most itt mi történt, azt meg majd nem lehet felfújni nagy dobra. Ezek után már szerintem az következik, hogy engem fejbe lőnek. Akkor én kérem a jó Istent, hogy dönts el, és a legfelsőbb szerveket, hogy nézzenek utána, mert én mindig is adtam az arcomat, és adom az arcomat, mindig is ott voltam a médiában. Sose bújtam el, amikor az első adócsalási ügyem is volt. Feszítve ott voltam, és igenis, akkor álljon oda az az őrnagy, és mondja azt, hogy adott-e Béla ilyen nyilatkozatot, vagy nem. Mert ez most már hazugság, ami körülöttünk van.